önkényes mérvadó. Minden hétköznap 17 órától itt a 90.9 Jazzy. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral és Kuzsér Róberttel. Szóljatok hozzánk a 0630 2010 909-es SMS számon. Olyan dumákat gyűjtünk, amelyeknek a nyomán szégyent éreztek. Azt a méről feltörő ellenállhatatlan szégyent, amit olyankor éreztek, amikor mondjuk egy Office epizódot néztek, a Ricky Gervaisnek a mestere, vagy az Extrasnak valamelyik epizódját nézitek, én imádom ezeket a sorozatokat, ahol a humor forrása igazából nem is lehet tudni igazából, hogy az most a humor, vagy annyira kellemetlen fajta humor, persze röhögsz rajta, de közben meg azt érzed, hogy elsüllyednél legszívesebben a szégyenedben, és tele vannak a hétköznapok ilyen szégyenteljes pillanatokkal. Ezeket a szégyenteljes pillanatokat legtöbbször szégyenteljes dumák váltják ki. Olyanok, kicsúszik amik... egy mondat. Ugye a klasszikus viccben az történik, hogy hú de kocka feje, vagy hú de nagy feje van annak a kisfiúnak, az ott az én fiam. És milyen jól áll neki. Ugye azok a helyzetek, amikor nagyon-nagyon szeretnéd, ha gyorsan egy olyan mondat eszedbe jutna, amivel kivágod magadat, vagy meg nem történtét teszed az előző 5 másodpercet. Azt szeretnéd, hogy egy párhuzamos univerzumban léteznél, te neked ehhez itt semmi közöd, legszívesebben elsüllyednél szégyenedben, vagy itt se lennél, bár csak meg se születtél volna. Vagy a másiknak kellene elsüllyednie szégyenében, vagy lehet, hogy ő mondta, és te süllyedsz el szégyened. Vagy te mondtad, és te süllyedsz el szégyenedben. De mi nem ilyen szituációkat keresünk. Mert amikor ez szituatív, akkor az egy sztori. De mi most nem sztorikat keresünk, hanem olyan frázisokat, kifejezetten olyan mondatokat keresünk, ami ha elhangzik, akkor te azt érzed, hogy legszívesebben elsüllyednél szégyenedben, szituációtól függetlenül. Tehát nem tud olyan szituációban egy ilyen mondat elhangzani, hogy az ne legyen szégyenteljes. Például, amikor a fater a kis gyerekének, aki egy teljesen más világban él, teljesen nyilvánvalóan egy teljesen más szubkultúrája van, próbálja imponálni, akár nagyfater, próbálja így játszani, azt megjátszani, mintha ők egy szubkultúrához tartoznának, és akkor mondja, hogy hát milyen jó kis baseball satyak. És lesatyagozza a baseball sapkát, amivel egyből a tanyára száműzi a használatát. Hát igen, vagy így, hogy mondjam, azt kommunikálja egy szóval a baseball és a satyak kifejezések találkoztatásával, hogy itt valaki a 21. században játsza magát, aki még Horthy Miklós főkormányzósága idején tanulta ezeket a szavakat, megtanult élni. Darutollasból indulnak ki leginkább. Igen, darutollas baseball satyak. De közben meg ugye lazának szeretné bemutatni magát. És közben ott lazáskodni próbál haverkodni azzal a gyerekkel, és azt képzeli, hogy a gyerek majd nem veszi észre, hogy ez nem az ő világ, és nem az ő szájába illenek ezek a szavak. Amerikában járnak fake ID-val szórakozni, ugye ez egy olyan személyi igazolvány, amelyen te már 21 évesnek tűnsz, és beengednek olyan helyre, ahol alkoholt fogyasztanak. Na most ugyanilyet tudok elképzelni 73 évesek részére, amelyen az szerepel, hogy ő 39 éves. És akkor úgy bekönyököl vele, hogy én igazából 39 éves, na jó, baseball satyak van rajtad. És olyan bazik kellemetlenül kezded érezni magad. Ugyanez volt, amikor a Visszajövőben című filmben 1985-ből visszautazik Biff Tannen 1955-be. Beül a saját maga autójába, és saját magának a 30 évvel fiatalabb változatával beszélget. És játssza, az mondja, hogy jó kis gép, jó ez a Verda, és a fiatal, az öreget azonnal le volt, hogy mit ért maga ehhez, tata? De pontosan ilyen szituáció, mint amit te mondasz. De hát közben az ő kocsija volt 30 éve, tehát teljes jogosultsággal mondja, de ránézésre nem várnád ezt a mondatot, és olyan kellemetlen, hogy most meg kéne mondani az öregnek, most hogy az egyik, de tudod, hogy van köztünk 30 év különbség amúgy? De amúgy meg nem? Ugyanaz az ember vagyunk, mert ezt a fiatal Biff mondja az öreg Biffnek. Világos, de hogy ez, itt igazából a rendező meg a forgatókönyvíró azt akarta elmondani, hogy mekkora paraszt már ez a Biff, aki a saját öregkori önmagával is ilyen tiszteletlen, és úgy beszél vele, mint a seggéből rántotta volna ki. Pedig a saját seggedből kirántott önmagad, az olyan, mint a saját torkán lehulló, lezuhanó csillag, ami a fekete lyukat eredményezi. De azt tudjuk a gasztronómiából, hogy kirántva minden jobb. Ti még Biff is. Van az a mondás, amikor bármelyik másik embernek azt mondja, látva a pattanását, hogy kirügyezett az arcod. Megvan ez? Amikor ezt mondja, így fejezi ki azt,
hogy pattanásod van, hogy kirügyezett, szépen kirügyezett az arcod. És én hallom, akár az én arcomról van szó, akár másnak az arcáról van szó, és azt érzem, hogy úristen, ez a mondat, amit most mondott, ez ennek a savtartalma kimarta a létezés szövetét. És most van egy mondatnyi luk, amit a létszövetbe mart. Érthető ez? Tehát, hogy akkora szégyent érzel, pusztán attól, hogy ez a mondat elhangzott, és nem tudod, hogy most mit lehetne csinálni. Vissza kéne forgatni az időt, hogy ez a mondat ne hangozhasson el, mert most, hogy ez a mondat elhangzott, beleégett az időbe, most már kitörölhetetlenül egyszer és mindenkorra. Hogy illet volna nem észrevenni, hogy a pubertását éli, vagy esetleg nem. Felnőtt létére éppen bizonytalan hormonháztartással rendelkezik? Nem, egyáltalán nem erről van szó. Hogyha azt mondod a másiknak, hogy van egy pattanás az arcodon, ebben semmi kellemetlen nincs. Az a kifejezés, amivel ő most költészkedni akar. Tehát, hogy itt most költő. Ő itt most ezt, ez egy metafora, érted? Tehát, ő alkotott erre a gusztustalan gennyes valamire egy metaforát, érted? Egy költeményt költ ebbe vagy emögé, és ettől számomra ez a mondás egyszerűen elviselhetetlen. És akkor azt érzem, hogy úristen, de rohadt kellemetlen. De nem úgy szégyeled magad, tudod, mint amikor a Friderikus Show-t nézel, és legszívesebben elbújnál a kanapé mögé, bemásznál, hogy te ebben nem veszel részt. Tehát, hogy az a szégyen, ami a tévéképernyőn zajlik, az valahogy valami irracionális oktál fogva átragad rád, és te, mint néző, pusztán azzal, hogy nézed, pusztán azzal, hogy a tévé be van kapcsolva, és te nézed, részt veszel, résztvevője, sőt, valamilyen groteszk módon felelőse vagy annak a szégyennek, ami zajlik a képernyőn. Nem is a Ricky Gervais találta ki ezt a kellemetlenség humort, lehet, hanem a Friderikus, amikor a Depardieu bedugta az ordatlan nagy orrát, ordinár és irdatlan szavak összevonásával keletkeztettem most a boros pohárba, tudod, hogy megillatolja, hogy ez most milyen lehet, akkor a Friderikus megjegyezte, hogy ha ezt tudom, nagyobb poharat hozok, ami szellemes, és a Depardieu-nak nagy orra van. Csak ott, mint vendéglátó, abban a telesportos zakójában úgy éreztem, hogy jobb lett volna, ha van mellette egy ilyen sidekick csávó, aki tudod, aláad poénokat egy ilyen kanapéról, ahogy szokott lenni a Late Night Show-ban, hogy van a műsorvezető, és van a kellemetlen figura, aki nem a műsorvezető, és ő egy picit őt egy picit könnyebb beáldozni, hogyha valami ordas nagy poén van, ami kellemetlen. És hát szerintem szinte az összes vendégével sikerült megélnie egy olyan pillanatot, amit ő lehet, hogy nem élt meg, de én igen, hogy egyszerűen rossz volt, kellemetlen volt nézni, mert ezt már én nem mertem volna kimondani. Amikor valamilyen nőt per csajt véletlenül anyának hívok, aki nem az anyám, írja a hallgató, hogy ez ilyen. És esetleg úgy, hogy a csajot, tehát nem egy, mit tudom én, egy kolléganő, aki 30 évvel idősebb nálad, és még így örül is neki, hogy második fiamként tekinthetek rá, hanem a csajodat leanyázod. A legjobb barátomat egyszer a macskám nevén szólítottam. Az nem volt ilyen kínos. Bezzeg nagyapáink még, mint bármire érvényes érv. Nem sikerült megérteni a feladatot, kedves hallgató. Ez egy butaság, egy ilyen közszájon forgó buta mantra, hogy bezzeg nagyapáink még. De ez nem az a fajta szégyen, amiről beszélünk, emiatt nem szégyent érzel legfeljebb bosszúságot, vagy lenézést. De nincs az, hogy elsüllyedni nem szégyen, tehát amikor szégyent érzel... Ez a mondat, azt írja Barbie, hogy ezelőtt többször is megtalálták, a következő, ne állítsd, hogy megerőszakoltak, hisz még bottal sem nyúlnék hozzád. Tehát egyrészt letagadtatja vele azt, hogy erőszakot követtek el, és miért? Hiszen csúnya vagy, mint az állat. Hogy hazudhatsz ekkor? Ez milyen kellemes pillanat. Csak tudod, az az igazság, hogy azok, akik azt gondolják, hogy a ronda nőket nem erőszakolják meg, azok nem értik, hogy a nemi erőszak alapvetően nem a szexről szól, hanem az erőszakról. Hogy megerőszakoltak, hiszen olyan szelíd vagy. Talán akkor ezt lehetne mondani, érte? Nem. Ez még akkora hülyeség, de legalább nem annyira ordinári primitívség. Azt írja, hogy szekunder szégyent érzett. Tehát, hogy ez olyan, mint a milyen dohányzás, passzív dohányzás. Ez a passzív szégyen, hogy hát ha a másik nem érzi, akkor inkább szégyellem magamat én. Egy vékony lány nagyon tetszett régebben. Egy év múlva találkoztam vele az utcán, és gratuláltam a terhességéhez.
Vörös lett a feje, és közölte, hogy nem terhes, csak pajzsmirigy problémája van, és azért hízott meg nagyon. Meg nagyon kellemetlen volt, és elsüllyedtem volna. Na pontosan hallgatom. Ezt akartam egyébként mondani, hogy amikor azt mondod, hogy mikorra várod, és nem terhes. Na Balázs megírta nekünk azt, amit kértünk. Tehát azt, amit viszont ténylegesen kértünk. De nagy jampi vagy, írja Balázs. Na ez a jampi, meg a jampec. Tudod, a jampec, na ez a szégyen, na ez az instant szégyen. Tudod, ez a jampec, ez soha nem volt menő duma. Tudod, lehetséges, hogy az 50-es években menő duma volt. De amikor ma valaki ezzel operál, hogy jampi meg jampec, az annyira kínos, mert tudod, az olyan, mint a baseball satyak. Novemberben egy komplett adást szenteltünk ennek valamelyik hétfőn, tudod, amikor kitelepülésen voltunk, és nagyon szépen teleraktátok a műsort ilyenekkel, olyannyira, hogy mással nem is jutott idő foglalkozni. Szóval kínos dumákat, kellemetlen, szégyenteljes dumákat várunk tőletek a 0630-2010-909-es SMS számunkra. Jazzin. Kaptunk üzeneteket. Jó ez a kis szimatszatyor. Az mit jelent? Hát elmondom, az a gázálarc tartó zöld színű ilyen hippi táska, ugye a tarisznyásnak valamilyen rokona, meg van a rocker öltözék, ilyen keki színű oldaltáska. Jó ez a kis szimatszatyor, úristen! De ezzel beavatottnak mutatja magát, de a katonaságban van beavatva, nem a rockerségbe. Ez a szégyen. Vagy a pánkságban. Ezek szégyen teljes dumák. Ez teli találat. Azt írja Bari Dávid, nem is mondatot írt, hanem azt írja, hogy ő bármikor ilyen kellemetlenül érzi magát, amikor valaki fistbumpolni akar vele, tudod, ez az ököl pacsi, amikor összeérintitek az öklötöket, hogy éljenek a párducok, de ő a tenyerével fogja meg a másiknak az öklét, mert hát pacsira számított, vagy így nem tudja mit, tudod, ezek az elrontott kézfogásokkal, hogy fölülről pacsizna, de te megfogod, vagy jobban nyújtsd, de közben ő neki csak félkarja van, és az a bal. De tudod, hogy mi a kellemetlen benne, hogy így lazázni próbálsz, és nem lazaság lesz belőle, hanem ilyen kellemetlen. Alkalmatlanság az életben mindenre. Tehát az, aki nem tud rendesen kezet fogni, és ez kiderül, azután szerintem visszaviheti az összes diplomáját és oklevelét és érettségiét és általános iskolai bizonyítványát, és leadhatja a ruhatárban a jelvényét és a rendszámát vagy a fegyverét az életből, és mehet az anyjába. Milyen jó kis bőrjakó. Jakó? Eleve bőrjakó, tehát ez ilyen ávós dolog. Bőrjakó. Az egymás bőrjakó, vagy TSZ elnökös. Hol volt divat a titkos szolgálatokon és a TSZ vezetésen kívül? Ez a duma mikor volt divat? Az életben. Soha nem volt időpillanat. Ez most a leves vagy a szósz? Ez a kérdés is kínos állítólag. Hát vagy megdicsérni, hogy milyen jó az a rizses hús, de közben lecsóteztek. Azt írja nekünk Niki, hogy a zavarban lévő embernek megjegyezni, hogy de elpirultál. Ugye, amikor tudod, már zavarban van, és akkor egy ilyen finish him mozdulattal teljesen kivégzed, jelezve, hogy látom ám, hogy zavarban vagy. És azzal duplázod az ő szörnyű pillanatait, amelyeket megél. Ne légy zabos aranyapám! Jaj, de kellemetlen ezek a bombonos dumák, tudod, igen, a bombon együttesnek. Ezek valakit hibernáltak 1957-ben, és kiolvasztották most, és próbál az akkori dumáival menőzni. Azt írja, hogy vagy testvérem? Ez a tesózás, és a tesózás minden fajtája szégyenletes, írja a hallgató. Kívülről van akinek ez természetes, vagy illik ehhez a zsargonhoz, tehát attól függ, hogy kiről beszélünk, hogyha két ilyen használt autó, díler, okoskodó, kicsit ilyen, tudod, szokták ezt mondani, hogy fél gangster találkozik, az ugye teljesen gangster, ez azt jelenti, csak nem merjük kimondani, és ők találkoznak, és letesózzák egymást, azzal utalnak arra, hogy nekik a bűn fölött érzett omerta törvénye az egyenlő a család vérével. De hogyha te kívülről bemész oda egy csokornyakkendőben és szemüvegben és a fehér kesztyűdben, amelyben most vetted át a PhD okleveledet, és így pacsira tartod a kezed, hogy na szevasz, tesa! Akkor megvernek. Ezért kellemetlen ezt mondani. Mondok egy elég erőset, azt írja Roberta, van zsidó barátom, de...
Nem, amikor úgy érzed, hogy na végre valakivel összebarátkoztál, aki zsidó, úgyhogy mostantól szétzsidózhatod a világot. Nyilván értsük mi a zsidózást, tehát nem azt, hogy beszélsz a zsidókról, hanem hogy sutyó vagy. Az a mondás, hogy én nekem nem, hogy vannak zsidó barátaim, de a zsidó barátaim is egyetértenek abban, hogy a zsidókkal nagyon súlyos problémák vannak. De rögtön a zsidó ismerősökből meríti a legitimitást ahhoz, hogy a zsidókkal kurva nagy probléma. Ha nem lennének zsidó ismerősei, talán nem is lenne igaza. De így, hogy ráadásul a zsidó ismerősei is ezt gondolják, hát hogy ne lenne? Ez roppant kínos, de bármilyen népcsoportra cserélhető. A lényeg az, hogy az tartsa a bakot neked az akasztófa ácsoláshoz, aki majd utána a lakója lesz. Előbb-utóbb. Hello, főni! Maga a főni, ne. Maga a mondás, hogy főni, az instant. Nekem nem. Szégyen. Egyetértek egyrészt, de helyettesíteném Zoltánra. Szervusz, Zoltán. Nekem szervusz, Zoltán, mit parancs? Zoltánom akár. Tehát itt nyilván a beosztott főnök viszonyról van szó. Lehet én tőlem István, vagy Dániel, vagy János, csak olyan név legyen, amit az az ember, aki szereti az illetőt, soha nem mond ki, hiszen azt fogja mondani, hogy Jancsi, Janesz, Janó, akármi, és nem. Szervusz, János. Tehát a szervusz az meg lett engedve a gazdád által, de a Jancsi nem. Jó, szerintem a főni az borzalmas. Borzasztó. Olyan jól áll neked ez a kis kardigán, olyan jó kis docens. Úgy érti, hogy decens, ez így abszurdum, semmi értelme nincs. Ági a nevem, és 180 centi magas vagyok. Apámék ismerőse minden véletlen találkozáskor ezzel indított. Csókolom, Ági van. Hú, hozzád Sámlival jönnek a kérők. Kínos volt, ahogy nem tudott mit kezdeni a jelenséggel, ami vagyok. Kosarazol? De különleg a 180 centi az nem is olyan magas. Most is mi van a 2 méteres csajokkal? Sziasztok, édesanyám középsuliban tanít, mesélte, hogy egyik lány tanítványának az egyik legjobb sulis barátnője összejött ennek a lánynak az apjával. Nem tudom konkrétan, milyen beszélgetések történhettek, de biztosan kínosak. És szégyenletesek. De tudod, az Ödipusz az olyan, hogy valakinek, van akinek ettől, egyszerűen ettől gerjed be, tehát hogy ez tényleg van, ők azt érzik, hogy a saját korosztályukkal szégyenletes lenne dugni, meg dumálgatni, meg ilyen intimbe lenni. Mikor üdvözlésképpen meg akarom ölelni egy jó barátomat, férfi-férfi viszonylatban, és puszítad, írja a hallgató. De ugye a férfi puszilkodásnak és ennek a törzsi készfogásnak is megvan a kultúrköre, ez a futballfogyasztók és játékosoknak a szubkultúrája. Én rosszul vagyok tőle, hogyha férfi puszit próbál adni. Van pár barátom, aki ilyen foci pozitív, és ők szívesen mesztelenkednek egymás előtt, amikor zuhanyoznak, meg mit tudom, de nekem ez valami rettenetes. Biztos azért, mert meleg vagyok, ők meg nem. Hogyha még mielőtt valaki ezt szeretné tippelni, na de nem, hanem az zavar, hogy én a rendes, ilyen decens, hagyományos készfogást tartom tiszteletben, és azt szoktam mondani ezeknek a barátkáimnak, hogy szilveszterkor jár a férfi puszi, akkor kiosztom mindenkinek, aki erre van beállva, és utána kopjanak le rólam egy évig a hülye készfogásukkal együtt. Na mi van, visszanyalt a fagyi? Költői kérdést annyiszor hallom magamon ki, magam körül, ráadásul rendkívül pökhendien, eredeti eskedve és kárörömittasan, hogy kirász tőle a hideg. Ne légy zabos aranyapám! Illetve megemlíteném a Manus és a Mandró kvázi személyes névmást. Zabos, eleve ez a ne légy zabos. Állítólag én használok néhány olyan kifejezést, amelyet, ha kimondok, néhány barátom 30 évet röpül vissza az időben, és az egyik ilyen a benya. A benzinre, de a Manus Mandró az azt hiszem ebben a kategóriában indul. Minden nem uramozás, szégyen teljes, írja a hallgató. Uram. Pont amikor nem akarod uramozni. Telefonban hello mister, vagy hello szőr. Hello mister. A mister az valami olyasmi, amit egy pakisztáni öltönyárus próbál rádaggatni, amikor végig sétálsz bankok legnyomorultabb bevásárló utcáján. És megvan ez, amikor minden méteren el akarnak adni neked valamit, és hey mister, you want shirt? Shirt, no? Kb. Ilyen. Sziasztok, kis kalambók!
Jó, szünet. 0-30-20-10-9-09 olyan mondatokat keresünk, amelyek szituáció függetlenül is önmagukban olyan kínos helyzetet idéznek elő, hogy leginkább elsüllyednétek szégyenetekben. Kényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral itt a 90.9 Jazzén. Önmagukban is kellemetlen mondatokat vagy szavakat keresünk, amelyeknél nem kell szituáció, hanem azok a szituáció ismerete nélkül is elsüllyednénk legszívesebben a föld alá. Vannak ilyen 30-40 évvel ezelőttről napjainkba átrántott szavak, ilyen a Mandró, Manus és társai, és az előbb hangzott el a kisklambó, amit a Robi úgy olvasott fel, hogy kiskalambó. Mert úgy annak volt legalább, értelme. Úgy legalább van értelme. De én nem ismertem ezt a szót, hogy kisklambó az egy létező. De én se tudom mi az, csak a macskafogóban azt mondják, hogy héten rohadt kisklambó, nem kapsz két óriási pofont, ha megmondod, hová ment a kocsi gazdája. Tehát én ebből az egy mondatból ismerem. Én azt hittem, hogy kalambó. Nem, rossz arcú kis de a kiskalambó, kis a kiskalambó biztos, hogy kínosabban hangzik, mint a kisklambó. Ez most az volt. Igen, igen. Egyik ismerősöm az ember szó helyett mindig azt mondta, hogy muki. Ez valami pusztulat kínos, és nem esett le neki, pedig a társaság minden tagjának az arcán ott lapult a szégyenkezés, és mindig ezt mondta. És amikor annyit mond valaki, hogy emberke, bármilyen szövegkörnyezetben emberkézés. Azonnali megvetéssel párosul az én részemről. Kafa, hogy találkoztunk. Kafa? Küldj majd egy üzit a fészen. A fészen, vagy a fácsén. Igen. Hogy vannak a lurkók? Na ez nagyon jó. Ez nagyon jó, amikor megpróbálsz rákérdezni arra, hogy hogy vannak otthon, de nem tudod, hogy egyébként már 26 évesek vagy 9. De és hogy fiúk-e vagy lányok? Ennek vannak keményebb változatai, amikor azt se tudod, hogy van-e már gyereke, nem hogy fiú vagy lány és hány. Ezért nem azt kérdezed, hogy tudod, családgyerek, gyerek, de megpróbálod megúszni a többes számot is, és inkább annyit kérdezel, hogy na és mi újság otthon? És innentől kezdve lehet neki otthon kutyája, felesége, macskája, gyereke, anyja. Szoktam abban rohadt kellemetlen helyzetben lenni, hogy így nem tudom, hogy honnan ismerem az ismerőst, de látom, hogy ismerős, és akkor így rákérdezek, hogy hogy vannak a közös ismerőseink. Hát ha abból, amit elmesél, majd így rájövök közben. Közben bent így a fogaskerekek így izzanak az agyamban, és próbálok nyomozni, hogy így honnan ismerem én ezt. De te azt hiszed, hogy ezzel időt nyersz, és az évszázad bűncselekményét követed el, vagy büntettét, és a sértetnek fogalma sincs arról, hogy te milyen gyönyörűen manipulálod, de abban a pillanatban buksz le, ahogy ezt megkérdezed, hogy közös ismerőseink. Nincs ilyen kifejezés. Ezt nem mondjuk. Ez egy menüpont a Facebookon meg az Ivi-ben, de ezt még ember nem mondta ki. Szia uram! Jó, hát a szia uramozás az a legmodorosabb a világon. Ez mert ilyen itt boltos ugye, benzinkutas köszönés. Nem aki... tudjuk eldönteni, hogy itt most tegeződünk, vagy magázódunk. De pontosan azért mondja, mert ismerős neki az arcod, hiszen gyakran bejársz abba a boltba, vagy akár én tőlem a tévében is láthatod, de tegyük fel, hogy gyakran bejársz abba a boltba, és ezért szeretne neked úgy köszönni, hogy így megismerlek, csak arra nem emlékszem, hogy tegeződni szoktunk, vagy magázódni. Szia uram. Szia uram, az a tegeződés és a magázódás helyett az a biztos, hogy modoros. Tehát a modorosság az a lényeg. Tökéletes modoros kifejezés. A szia uramnak az ellentét párja az a jó estét, Sanyi. Tehát ugye amikor felcseréled, a szia helyére kerül a jó estét, tehát magázódunk, az uram helyére, meg a Sanyi, tehát mégis tegeződünk. Továbbra sincs eldöntve, de ugyanúgy modoros. De a jó estét, Sanyi, az kettőféle dolgot jelenthet. Az egyik az a... Hogy nem vakaróztunk ki az osztrák-magyar monarchiából. Az egyik az a csendőr pertú, amikor a Sanyi a házmester, aki mondja, az pedig Gróf Hufnagel Klára a 9-ről, aki a teljes 9. emelet ebben a házban. Világos? Tehát a nagy polgárasszony leköszön a szaros gatyában súroló Sanyinak, és ez egy ilyen gesztus arra, hogy legalább észrevettelek régebben hozzájuk se szóltam az itt csellengő mindenféle alsóbb népeknek. A másik lehetőség pedig az, hogy a megözvegyült nem tudom, Rozgonyiné Piroska, mondjuk volt egy Rozgonyi Piroska, de most legyen a példánkban ő, összetalálkozik szintén megözvenyült Sanyival, aki ugyanazon az emeleten lakik, minden nap egyszerre mennek el valahová a lifttel, és annyit mond neki, hogy jó estét, Sanyi,
mert szeretné, ha összetegeződnének, de Sanyi nem veszi a lapot, és nem akar kapcsolatot kezdeményezni, mert ő nála még nem telt le a gyászév. Ugye ez valami ilyen, tudod, hogy olyan pasizás a nőnek, ahol nem akarja kiteríteni a kártyáit, mert tisztában van vele, hogy úgy akkor már így elrontotta a vadászatot, csak annyit szeretne Sanyinak üzenni, hogy én amúgy levadászható vónák. Aztán van itt egy ilyen, hogy és hogy tudod összeegyeztetni az anyaságot a karriereddel? Ne, ezek ilyen interjú kérdések, tudod, Jakubcsek Gabriella beszélget a nem tudom én, és akkor ez az, amit így állandóan meg kell kérdezni, és tudod, ebben az a legkellemetlenebb, hogy erre a kérdésre nem létezik válasz. Tehát tudod, ez egy olyan kérdés, ami egy ilyen... Ez nem kérdés, ez egy vád. Az, hogy valamelyiket a kettő közül elhazudod, vagy rosszul csinálod, pedig ez csak egy feltételezés. Tehát, hogy ez azt jelzi, hogy egyáltalán nem valódi a diskurzus köztetek, mert egy valódi diskurzusban nem ezt kérdezed, hogy tudod összeegyeztetni, hanem azt kérdezed, hogy van időd magadra, bírod ezt a sok munkát, nem megy az idegeidre az, hogy otthon vagy, folyton, nem ez egy valóságos kérdés egy valódi embertől egy valódi emberhez. Az, amikor az a kérdés hangzik el, hogy tudod összeegyeztetni a karriert meg a családot, az egy konzerv, egy társadalmi, szociális, kulturális sztereotípia, amit most én beszélgetésnek próbálok hazudni. Olaszba, törökbe, osztrákba, mondás, tudod? Aha, akkor ott a banben hiánya miatt süllyedszel szégyenedben, hogy nem, az Ausztriában, a Törökországban, meg az Olaszországban helyet mondod azt, hogy olaszba, törökbe, érted? Az Ausztriában helyet mondod, hogy olaszba? Nem, hogy osztrákba. Osztrákban ezt még nem is hallottam, ez a legnyomorultabb. Öcsi sajt! Úristen, jó. Úristen, de kellemetlen. Állambácsi! Hú! Ez az öcsi sajt és társai tényleg az nem is az 50-es, az a 20-as évekbe repít vissza. Tudja, miért állítottuk meg, Géza? Kérdezi a rendőr, tudod? Állítólag egyébként, hogyha a rendőrnek le tudod olvasni a rangjelzését, és tekezed, akkor gyanúsan te is a szolgálat valamelyik fegyveres erőnél vagy. Megvan ez, hogy szervusz tizedes, vagy szervusz százados, mondjuk ennél magasabb rangban nem biztos, hogy igazoltatni fog valaki az utcán. És azt mondod, hogy szervusz százados, akkor gyanús lesz neki, hogy te is valami, és apámmal ez megtörtént, megkérdezte tőle a rendőr, hogy ön is rendőr? Talán? És mire a fater? Hát, olyasmi. És így bologatott a fejével ilyen gyarusan, hogy hát többet sajnos nem mondhatok. És tovább engedték. Nem, mint a csinált volna. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e, de a Vajdaságban, ha megkérdezik, maguknál hány család van, az azt jelenti, hogy hány gyerek van. A szaporulat. Én mindig játszom a hülyét, mert felháborító. Jó teszed. Dobok egy sárgát, főleg ha nő mondja, az kegyetlenül szánalmas. Sajnos már sokszor hallottam. Általában, amikor nők ilyen pasidumákkal operálnak, és ezzel azt a benyomást kelti, mintha álva húgyozna. De nekem az is kellemetlen egyébként, amikor a pasi megkérdezi, hogy hol van a mosdó. Rohadtul nem mosdani akar. De az ő számára már a WC is trágárság lenne. Érted? Mert amikor nő kérdezi meg, hogy hol van a mosdó, úgy vagyok vele, hogy érted, a nő az nyilván nem szarik, hanem ő a mosdót megkeresi, és aztán ott sminkel, vagy mit csinál. De amikor csávók mosdózással operálnak, ahelyett, hogy rákérdeznének, hogy hol van a WC, mert az igazán semmi obszén nincs abban, hogy WC, na szoszi haversrác. Szoszi haversrác, úristen, de kellemetlen. Azt kérem, hogy aki ezt küldte, küldjön még ilyeneket, mint a szoszi haversrác. Ezek azok, amikre vadászunk. Üzeneteket kaptunk, szevasz bátya, csuma bátya, a bátya az mindenhol szerepel, Lári Fári, jó, hát a Lári Fári az egy Gyurcsány halhatatlan dumája, abból nem gyógyulunk ki. Szosztár testvérem, csácsumi csőváza testrészem, csumi ubi-bubi. Már angyalföldön vagyunk. Én nem tudom, mi ez, vagy ez hol van, de nem akarok ott lenni. Azt írja Gábor, ebben a kék frankosban tombol a csokoládé. Borászkodás. Igen, amikor egyik pillanatról másikra elfelejtettem mondani mind a 20 jelenlévő ismerősömnek, hogy egyébként én 30 éve szomelié vagyok, csak nem szóltam. Nem, és így jelentkezel erre a szerepre.
Egyszer sorban álltam pénzváltónál, és mögöttem mondták, hogy hol voltak nyaralni, Zsidóba. Ami az Izrael Dánti. Az is szégyen teljes, amikor egy fickó próbálja kideríteni, hogy a kiszemeltjének van-e barátja, és akkor így kérdez rá, és a barátoddal láttad ezt a filmet? Jaj, amikor megpróbálod megtudni, hogy, hogy vadászható állapotban van-e? Így próbálod coming out-oltatni. Aha. Ugyanebben a szituációban előfordulhat, hogy megkérdezel valakit, hogy és van már barátnőd? Igen, Gergőnek hívják. Egyik ismerősöm szokott úgy köszönni, hogy halóka nyalóka. Ez van olyan rossz, mint a szoszi haversrác. Megint Roberta versenyzik egy ilyennel. Rozika néni, jól van? Múlt héten temettük. Az nagyon kínos, amikor nem tudod, hogy meghalt valaki. Hát igen. De ki nem rossz dolog. Nem követsz el hibát nem. Azzal, hogy nem tudtad, kínos. Csak kínos a szituáció utána. Igen, azt írja a hallgató. Szervusz, Feri bácsi. Feri bátyám, ide is jön a bátyámozás. Szervusz, Feri bácsi! Tudod, tehát hogy itt megint nincs eldöntve, hogy most így, most jóba vagyunk, mert tegeződünk, de azért a tiszteletet megadjuk a bácsival, érted? Tehát nem mondod azt, hogy szervusz, Feri, mert annyira nem tegeződünk. Tudod, tehát hogy most akkor döntsük el, mert van a jó estét, Ferenc, a már az is hullamodoros, mert van a jó estét, uram, meg van a jó estét, Szilágyi úr. És akkor van a szevasz, Feri. De azt érezzük, hogy az egyik az túl hivatalos, a másik meg túl bizalmas. Benne van, és a tisztellek, becsüllek, de. Igen, és akkor be kell hatolni a modorba ahhoz, hogy a kettő között váljál magadnak egy ösvényt, amin a szervusz Feri bácsival végig sétálhassál. Azért milyen szép, hogy van egy olyan kifejezésünk külön, hogy uram bátyámozás. De ami egyből fel is sorol kettő ilyen szót. Amelyel nem az, de az nem, másikat. Nem arra vonatkozik, az urambátyámság, az arra vonatkozik, az a hogy kis igen, az a okosságra vonatkozik. Igen, okossága. Okosba igen, mehet? Okosba, ja. Csákány, hogy ityeg? Eleve a hogy ityeg a fityeg? De az arra vonatkozik, hogy áll-e a cerka? Mert nem, a hogy ityeg a fityeg az arra vonatkozik, hogy megy a dolgod. Uh-huh. Erre vonatkozik, de a fityeg eleve nem jelent semmit. Meg az ityeg se. Fiatal idősebbnek. Viccelsz, bolondozol? Tudod, és az arra vonatkozik a viccelsz, bolondozol, hogy ez annyira hihetetlen információ, hogy erősítsd meg, hogy így van. De nem is azért, mert hihetetlen, hanem mert nem akarom kimondani, hogy megsértesz ezzel az ajánlattal, te suttyó szemét, hanem kedvesen jelzem, hogy jobb lenne, ha ezt nem ismételnéd meg. Mert sértő rám nézve, bármiről is legyen szó. Ez egy picit ez a viccelsz, bolondozol, ebből szerintem két lépésből bunyó van. Hogyha ez elhangzik. Barátos ném! Úristen, az de kínos a barátos ném, meg a... De ha az élettársára mondja, tudod, a kis szerelmére, akivel együtt lakik. Úristen, a barátos ném! Persze, hogy rá mondja. Barátos ném. A barátos ném. Júj, de kellemetlen! Eddig ez a legkellemetlenebb. Nem akartam eddig mondani, Robi, de éveken keresztül gyűjtöttük egy Facebook csoportban ezeket a kifejezéseket, úgy hívták, hogy gyűlölt szavak, és a mai napig létezik. És valami 4 vagy 5 évvel ezelőtt... Pocaklakó. Igen, ezt akartam mondani, hogy én már vagy 5 vagy 6 éve kiléptem ebből, de a pocaklakóban megállapodott a szinte teljes emberiségnek a reprezentatív ott lévő köre, hogy a pocaklakó az a szó, ami miatt a leginkább elsüllyednél szégyenedben. A pocaklakó az irdatlanul kínos, és tudod, azért, mert nem elég, tehát nem elég misztérium az, hogy van egy gyereked, és tudjuk, hanem e köré kell egy ilyen idióta, debil kis verset írnod, tudod, a pocakról meg a lakójáról. Úgyhogy ráadásul nem is a pocakban van, hanem a méhedben. Tehát nem a pocakban. Tudjuk, mit jelent a pocak, és nem ott van. Kényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral itt a 90.9 Jazzén. Szégyen teljes kifejezéseket gyűjtünk, olyanokat, amiktől leég a pofánkról a bőr, pedig nem is mi mondtuk. Méhen kívüli terhességről volt szó. Nem volt szó nem róla. Volt szó. Arról volt szó, hogy a pocaklakó az ami a legmodorosabb, legszörnyűbb gyűlölt kifejezés, amit el lehet követni. De, a méhen kívüli terhességről volt szó, mert amikor pocaklakóról van szó, amikor a pocaklakóról van szó, akkor az a méhen kívüli terhesség. Hiszen ő méhlakó. A mé az nem a pocak. Az
már rég pontosan. Rossz, ha pocaklakó. Na igen, tehát arról van szó, hogy a hasüregben van, igen. Akkor az a pocaklakó. Pontosan, azért, tehát az a méhen kívüli terhesség, azt hívjuk azért így. Tegyük hozzá, hogy a pocak nem feltétlenül van pontosan meghatározva anatómiailag, hiszen ez nem egy orvosi szakkifejezés. Tehát, hogyha elmész egy orvoshoz, és azt mondja, hogy hát nagyon úgy néz ki Horváth úr, hogy magának pocakrákja van, akkor lehet, hogy fölteszed a kérdést, hogy nincs itt valaki, aki amúgy elvégezte az egyetemet. Hogy valami abdominális karcinóma, vagy tehát valami olyat mond, amit nem értek. Pocakrák, de tökéletes ez a szó összetétel, hogy pocakrák. Mert az összetett szó első fele, az ugye ilyen tömény aranyoskodás, a második fele az meg hát nagyon nem az. És hogyha rákról van szó, akkor senki sem pocakrákot emleget, ha meg pocakról, akkor meg hogy jön ide a rák? Tehát hogy ez a szó összetétel, hogy pocakrák olyan szinten, ilyen szinten nem dobja le egymást két tag, mint ez a kettő, én úgy gondolom. Lehet majd akkor külön csinálni erről egy műsort, Robi. A pocakrák? Az egymást taszító szó részű szó összetételekről. Igen. Pontosan erről beszélek. Mint a pocakrák. Igen, mert van az a klasszik vicc, amikor azt kérdezi, mit is mondott doktor úr, haspók? Nem. Gyomorrák. És ugye ez egy elég szomorú, de igen. Közben meg hát pontosan az történik, hogy pocaknak értettünk félre valami nagyon nem olyat, aminek örülni kéne most. Asszonypajtás. Igen, itt tartottunk, ez borzalmas, hogy pajtás, mert ezzel elteszi egy teljesen másik polcra. Nem, bevallja, hogy azon a polcon tartja. Anyós pajtás. Na, de az jó, ha az anyós a pajtásod jobb, mint ha a csajod a pajtásod, de vagy csak a feleséged, ne ki, vagy a csak szerelmed. Ne mondd ki, tehát az nem baj, ha jóba vagy az anyósoddal, csak ne hívd anyós jó, pajtásnak. Itt kell kikanyarodjak a friendzone kifejezésnek az ide kapcsolódó kis bugyraiba, ugyanis ha az Instagramot lapozgatod, akkor előfordul, hogy női ismerősök, meg csajok, akiket ismersz, és tudod, hogy most épp nem járnak senkivel, vagy fiatalok, és nem is annyira akarnak, szerepelnek egy olyan képen, amelyen tartanak egy babát. És hát muszáj valahogy jelezniük ugye a nézősereg felé, hogy ez nem az enyém, tehát engem még lehet, ne? Ezért, sunázni. Igen, sunázni, ezért oda hashtageli a fotó alá, hogy best nephew in the world, tudod, kedvenc unokaöcsi, és akkor rögtön kijelentkezett abból, hogy itt gyerekről volna szó, lehet jönni, próbálkozni a tisztelt kérőknek. De nem, ez inkább saját magáról mond el, nem a gyerekéről, meg nem a unokatestvéréről, meg nem arról, hogy ki a legjobb unokatestvér, meg az ő kapcsolatairól, csak egy valakiről mond el valamit, saját magáról, hogy attól szorong, hogy őt már nem fogja senki megdugni, hogyha meglátja ezt a képet ezzel a gyerekkel. Pontos, amit mondasz. A másik ilyen eset, amikor egy friendzone csávóval áll, ugye egy száraz baráttal, ezt így is mondjuk, egy olyan sráccal, akivel ő nem akar semmit csinálni, de még dugni se. Nyilván a csávó meg nagyon szeretné, ha csak nem meleg, hiszen különben mi a franc dolga volna vele, és kirakja a képet, mert amúgy szereti, de szerencsétlen srác meg hát amúgy szerelmes vele. Mindig. Ennyit szeretnék mondani. És akkor kiírja egy olyan hashtaggel, hogy best friend in the world, legjobb barik, BFF, nem tudom, Zoli barival, nem? Jani barival, Gergő barival. Megint azt jelezzük, hogy én látható vagyok ezen a képen egy látszólag foglaltságot jelző tábla társaságában, de ő csak bari, lehet jönni rám. Igen, igen, igen. Rohadt kínos. Szórakázni. Ez volt? Én szeretem az ilyen félremondott magánhangzókat. Én egészen odáig vagyok ezekért. És tudod, mi még a rendkívül szégyen teljes Facebook fotó aláírás, amikor három barátnő van a képen, aláírja, három grácia. Három gráciák. Tehát még modorosabb. Többes számba teszi? Többes számba teszi a többes számot. Nice. Igen. Három gráciák, de modoros vagy. Jó, nem lehetünk azért ennyire nyelvtannácik, mert azt gondolom, hogy a magyar nyelvben annyira nem honosodott meg az, hogy az eredeti holt nyelvnek az egyes és többes számához igazítjuk a magyar mondatnak. Ez szintiszta modorosság. Ez nem nyelvhelyességi probléma, ez vegytiszta modorosság. Petefészek gyuszkó. Erős. Hogy ízlik az iskola? Habzsi dőzsi? És jó csaj a tanár néni? Az meg valamikor ilyen másodikos általános iskolást kérdezel, akinek még soha eszébe nem jutott szaporodni, mert 7 éves, és megkérdezett tőle, hogy jó csaj a tanár néni, de neki semmilyen viszonya nincs a nőkhöz, csak olyan, hogy olyan kedvese, mint az anyukám, vagy nem. Tegnap elmentünk színházba az emberemmel.
aki tart engem. Na, hogyha ezt hallom, hogy az emberem, na, ha ezt hallom, hogy az emberemmel, akkor legszívesebben a fejemmel vernék szét egy téglafalat. Tehát senkit nem bántanál magadon kívül, csak szűnjön meg a létezés számodra. Ne, igen, ne kelljen ezt a szégyent éreznem. Csattanjon szét az agyam, és végre vége legyen ennek. Nem kell félni a Robitól, ő nem erőszakos ember, ő csak szeretné megszüntetni az életet, amelyben ő érintett ilyenkor. Azt írja a hallgató. Humánus vagy, Robi, azt kell mondja. Servus Visibus. Ez a, megvan a see you later alligator, megvan ez a, igen, ez, ez igen, ugyanaz, igen, ez angolban, ugyanaz, nem igen. Tudom magyarban mik ezek, de ez a vízibusz, ez közel van hozzá. Jaj, csocsesz, csővágó csuka, ezek ilyen köszönések. A Jódli, van egy Jódli csocsesz nevű előadó művész, ő neki a csocsesz az nem az elfő. Jódlis csocsesz. Ne haragudjon, nem tudtam, hogy kétes y-ra írja. De a Jódlis csocsesznak úgy köszönhetsz, hogy csocsesz csocsesz. Minek ismételném? Hát, csocsesz X2. Meg amikor egy nő azt mondja egy férfira, hogy az ember vagy emberem. Igen, erről beszélünk. Ez borzan, de a gazdám ez azt jelenti. Én. Egyrészt, másrészt meg itt az emberem, az utal arra, hogy az ember a férfit jelenti. Megvan, hogy a hogy is van, hogy a sör nem alkohol, a nő nem ember, a medve nem játék. Igen. Ugye? És, jaj, de szellemes. Én itt találkoztam először, jó régen volt, azzal, hogy az embert azt a férfi értelmében használják. Az a fehér népszónak a párja. Igen, igen, fehér személy. Az igen, meg a nő. Igen, rettenetes igen. Világ az, ahol ezeket a szavakat használják. Évszázados cimborám. Országos cimbim. Jaj. Hát gyönyörű bugyrok. Mi van vele, työtyő? De ki az a työtyő? Nem tudom. Mi ez a habiszti? Töki. Töki. Mi van töki? Ami még nagyon kínos az az, amikor a szülők úgy mondják el, amit csinál a kisgyerekük, hogy már eszünk, már nő a fogunk. Aha, igen, igen, igen. Többes számozás. Figyelj, ez a habisztizés egyébként, mármint, hogy a habiszti szónak az ismételgetés, ez nem olyan szörnyű, mert ez egy ilyen tolvajnyelvszerű. Ugye ez a habiszti, ez a wannabe. Gyakorlatilag ez a semmire megjátszod magad, de akkor szörnyű, hogyha úgy használsz tolvajnyelvet, hogy még soha nem loptál el semmit. Ugye? Az is kínos. Kínos lopni is, meg kínos megbukni azzal, hogy abból tartod el magadat, hogy elveszed, ami másé. De az is kínos, hogy úgy csinálsz, mintha elvettél volna valamit, ami másé, miközben kockás mellényben és csokornyakkendőben adsz elő a időszámításunk előtt 300-ról egy egyetemen. Öcsi sajt pró, öcsi bogyó. Nagyon szép kombináció. Ó, Istenem! Azt írja, Péter, nagyon jó megfejtés, pocaklakók az Alienben vannak. Uh-huh. Teljesen jogos. Az Alienben él ilyen. Igen, igen, igen. Az autónak neve van, megyek dolgozóba. Uh-huh. Az autónak neve van az, hogy bucikámmal voltunk az orvosnál, az azt jelenti, hogy szervizben volt a kocsi. Értjük ezt. De ezt apám autószerelő is szokta mondani, hogy tessék csak betolni a jószágot, majd alá nézünk. Tudod, hogy megemelik a kocsit, és akkor megmondja, hogy mi a baja. De mint a házi orvoshoz hoznák az autót, úgy szórakoznak ezzel. Fejezd már abba. Uh-huh. Hagyd már be. Csak az utóbbit nem használják. Most csináltam. Akkor most kupakoltatok? Tartotok már ott? Hol tartotok? Párkapcsolatban. Igazándiból. Uh-huh. Játszásiból. Kellemetlen. Játszásiból vagy igazándiból? Csővázas hátizsák. Mint köszönés. Ez viszont aszfalt betyár Harsányi Levente öröksége szerintem. Neki voltak ilyen kockán kidobott variációja arra, hogy mi az, ami csóval kezdődik. Meg van csokolom, csokoládé és palacsinta, csokornyakkendő, csomagolok ebédet, vagy mit, ilyeneket mondott egymás után. De én azt mondom, jól szórakoztam, teszem hozzá. A hallgató azt írja, hogy ő a bevitt sört hívja pocaklakónak. És hogy van a pocaklakó? Hát, feszeget a pocaklakó. Országos barátom, igen, az ilyen, igen, igen. Lássuk be, én azt szoktam használni. Az egy tankönyv fogalmazás, én azt nagyon rüheltem, amikor ilyen tankönyveket olvastam autodidakta módon, vagy hát nem is autodidakta módon, hanem könyvből próbáltam megtanulni valamit, ez mondja 30 esetben sikerült is, és olvasom a könyvet, és egyszer csak átvált a szerző arra, hogy akkor most próbáljuk meg, tudod, és így együtt, de hát te most könyvet írsz, én meg próbálom, basszus.
Ne csinálj úgy, mintha segítenél benne, mert ott ülsz a seggeden, és írod a szar könyvedet, én meg itt nyomorgok, és nem tudom megcsinálni, mert még csak a fejezet felénél vagyok. Van, aki a gyerekét bábuként emlegeti, írja a hallgató. Szerintem az nem kínos, szerintem ez vicces. Bábú? Aha, bábú. Hogy van a bábú? Szóval ez vicces, mert reflektál erre a... Hogy mondja, tehát ez, tudod, mindenen túlcsordul ez az aranyoskodás, meg ez a cukiskodás, meg ez a, tudod, ez a gyerekimádat. És amikor bábúnak hívod, akkor reflektálsz erre, vicces módon reflektálsz. Én azt szeretem, ha van benne valamilyen szentségtelenség és ordináriság, de közben kiderül azt, hogy szeretett viszony van azzal a dologgal. Tehát, hogy az illető hajlandó megszentségteleníteni, de közben világos, hogy szeretett van benne. A szeretetének, arról van szó, hogy a szeretetének a pátoszától hajlandó két lépést hátralépni. Ezzel a nagy vonalúsággal vállalja, hogy még így is tudható róla, hogy szereti. Öri bari, sose hari. Úristen, atyagatya. Na jó, az atyagatya az rendkívül kínos. Fajankó emlegetése. Na mi a mozi fakabát? Kassa Tibi mondta, nem tudom hová tenni, írja a hallgató. Én magát Kassa Tibit nem tudom hová tenni. Mondjuk tudnám hová tenni mégiscsak. Mi a szitu? Írja Kárló. Van ez a mi a szitu mondás, de szerintem ez annyira köznyelvi, ez most már a dobok egy sárgát, meg a dobok egy pisi kockát. Micsoda? Van, ez létezik, dobok egy pisi kockát. Pasiból van. Én ezt soha nem értettem, amikor valaki azt mondja, hogy igazi nő vagyok, és igazi férfit kerül. Van persze ötletem, csak az nagyon kellemetlen, hogyha ezt most megbeszéljük, úgyhogy nem fogom megbeszélni, de borzalmasan kellemetlenül éreztem magamat mindig, és ez a nőből, de én is nőből vagyok, és ez bármit jelenthet, értsd, mindenki számára semmit, van egy jelentése, de nem jelenthet, univerzális. Hogy nő vagy és modoros, ennyit, ennél nem többet, és soha nem többet. Pasiból van, nőből van. Ez jót is, rosszat is jelenthet. Srácok, azért a párom sem rossz. Na jó, kezdjük azzal, hogy én a páromat nem bírom elviselni. Én nem bírom elviselni. A másik, amit nem bírok elviselni, az a kedvesem. Hát az az igazság. Lehetséges egyébként, hogy a Republik gyűlöltette meg velem. Nem a Bay Alex? Nem tudom, lehet, hogy a Bay Alex, lehet, hogy a Republik. Nekem a kedvesem is elviselhetetlen. A párom is elviselhetetlen. Elviselhetetlen, tudod, az az igazság, hogy értem, hogy van egy pasid, értem, hogy párkapcsolatban vagy valakivel, ennyire nem kell beemelni engem ennek a dolognak az intimitásába, ott ti legyetek, maradjatok ketten, ha szabad kérem, ez a párom, és tudod, a párom az azt feltételezi, hogy valahol a világon ott van a te párod, a másik feled. Igen, ez tudod, ez a szörnyű hazugság benne, hogy egy van belőle, és azt hazudja, hogy... Mindegy, szóval ez az egész párom, tudod, ennek a ti párkapcsolatotoknak a pátosza nem tartozik rám, ebből hagyjatok ki, ha szabad kérnem, ez a kedvesem, meg párom, meg a társai. Önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral, itt a 90.9 Jazzén. Szégyen teljes dumákat gyűjtünk, a hallgató azt írja, megmondom az őszintét. Szevasz tavasz. Elment ez a műsor egy olyan irányba. Ennyike? Nagyon felhigult ez a szakma, hogy azt kell mondjam, hogy azért a műsor elején tényleg a föld alá süllyedtünk szégyenünkben. Most már ezeket a pillanatokat mikroszégyenekre váltottuk fel, tehát ezeket túl lehet élni, de tényleg rettenetesek. De nem annyira, mint amikor egy nőnek azt mondod, hogy na, mikorra várjátok, és kiderül, hogy nem terhes. Hanem annyira, amikor Buci néni jól van-e, és azt mondja, hogy tegnap temettük. Hogy ezek azért borzasztóbbak, ha lehet ilyet mondani. Figyumás pan, komállak. Kamázlak. Azt írja a hallgató, Facebookon egyik ismerősöm ezt szokta esténként kiírni, jó éjszakát, fészlakók. Facebookon szokás így elköszönni? Egyáltalán nem. Nem tudom, hogy válaszoljak, Robi. Az a helyzet, hogy rettenetesen nem adekvát, tehát egyszerűen semmi keresnivalója ott ennek, ugyanakkor igen, szokás, olyan nők szoktak így elköszönni, akik valamilyenné rozáliák. Tudod, de teljesen másik világból csöppentek, és ők így használják az internetet, ami az én szememnek
nagyon off, olyan furcsa, ledobja magáról az internet ezt a mondatot, de tömegek köszönnek el, vagy ilyeneket írnak ki, hogy jó étvágyat a finom ebédhez. 11 óra 59-kor vasárnap. Olyan, mintha, tehát, hogy miért nem az asztal felé fordulva csinálod ezt, és mondod oda, de, ahova de most ezzel mit mondasz el? Most lehet, mi következik az, ebből? Az hogy, az, hogy egyedül van, és nem eszik ott senki annál az asztalnál, tehát valahol ez szomorú, de én ezt a szomorúságot sem szeretném tömegekben látni, mert hogy mire van nekem igényem, hogy az emberek hazudják el nekem, hogy milyen jó kis életkéjük van nekik otthon. Gyermek másképpen dög. Van, aki így hívja a gyerekét, hogy dög. Tök na jó, okay. Ezt nézve nem tudom elképzelni. Nekem tök oké ez is, hogyha már ha bábúval jó voltál. De azért a bábú az nagyon más, mint a dög, ne haragudj. A bábú az egy irónikus mondás, a dög az meg nagyon durva, kis genyót, ne haragudjál. Ki kell vinni a játszótérre, ez dögöt. Is borza. Kis genyót. Nem lehet ezt mondani? Kis genyó az aranyos, de a dög az... Pont a dög ló ki a pakliból nálad? Aha. Érdekes vagy. Egyetemen az egyik tanár jó fejkedett, Robeszként írta alá, utána lehetett úgy szólítani, már mint az e-mailt, lehetett úgy visszaírni, hogy kedves Robesz. Jaj, ügyesen amit a legjobban rühellek, Dick. Dick? Figyeld már? Dick már. Peti írja nekünk, és az egész gyönyörű, majd a végén rámegyek. Én szeretem a társaságban a színvonalat emelni pár érdekesség benyögésével. Tehát, hogy már ez a... A szerencsétlen Peti a rendszeres hallgatónk és beírónk. Ő el akar mesélni egy történetet, de már az első mondatán fennakadtam, hogy így... emeli a színvonalat, basszus, nagyon jó mondja. Egyszer a barátnőm testvére felment két lépcsőnyit görkorcsolyával, és jött volna le, ami elég nehézkesen ment. A szituációra reagálva eszembe jutott egy érdekesség. Tudtátok, hogy a tehenek csak fel tudnak menni a lépcsőn, és lefele nem? És utána rájött, hogy hát most így két lépésben letehenezte a görkocsolyás lányt, és nehezen bújt ki a mondatból. De annyira jó, hogy úgy kezdi, hogy szereti a társaságban emelni a színvonalat. Ez pontosan a modoros embernek a mondat világa, a szóhasználata, amikor azt mondod, hogy kisztihand, és jöttem, ha nem sértem meg a tisztelt hölgykoszorút megörvendeztetni kis kegyeimet társaságommal vala. Csodálkozás kifejezésére asztapaszta cipőpaszta. Uh-huh. Jó, hát ez ismert. De ez egy ilyen tudod, szerintem ezeket így gyerekeknek mondják a káromkodás helyett. Tehát a gyerek az így káromkodik, hogy asztapaszta cipőpaszta. Az best. Meg azt best, nem, meg baszt, meg best, ne, best, baszt, az... A... Ne próbáld folytatni, mert a harmadik, mert már elsős, a harmadik szótagnál baj van. Elsős, másodikos diákoktól megkérdezni, hogy vannak-e jó csajok a suliban. És volt-e már barátnő 10 éves ezt gyerektől mondom, megkérdezni? Jó csaj a tanár néni? De az a legjobb a jó csaj a tanár néniben az, hogy nem a kicsik a jó csajok, mert azok engem nem érdekelnek. Nekem a tanárnőről meséljél, mert azt viszont varnám. Igen, azt tudom hova tenni. Vizelésre pislantok egyet, továbbá elmegyek kábelt fektetni. Én lányoktól hallottam azt, hogy elszaladunk akkor most a tesókámmal húgyizni. És ez annyira cuki volt, de tudom, hogy undorító, meg nem beszélünk róla, de majdnem én is egy kicsit behúgyiztam. Aranyos volt. És akkor már eleve csapatnál az istálló. Csapatot istállónak hívni, tudod? Nem értem, mi? A csapatot. A barátaidat? Istállónak. Bármilyen csapatot. Ja, hogy mint a Forma 1-es ist... Jó, a Forma 1, azaz a száguldó cirkusz. Fú, az nem modoros. Rettenetes mennyiségű modorosságot. De generál. Minden sportriporteri megszólalás modorosságokat tartalmaz, hiszen szerencsétlennek ugyanazt az eseményt kell egy percben 60-szor bekonferálni, hogy valaki megy előre gyorsan kocsiban. Hogy vannak az ősök? Uh-huh. Szuper modoros és szuper kínos. Mi újság, Fali újság? Ez létezik? Miért ne létezhetne, ha az aligátoros rím az van, igen. Akkor sajnos minden van. Én ennyi fért, Robi, ezekből a borzalmakból már nem voltam felkészülve rá, hogy másfél órán keresztül tömnek ezzel a borzalommal. Eladók mondják hűtőre, vagy bármilyen tárgyra, hogy őt megszemélyesítik. Hát meg Párizsira. Őt vagy őtet? Őtet vagy őtet? Melyiket kéri? Őt? Ő lesz? Nem tudom, hogy volt-e már, de én nőlétemre írja a hallgatunk.
Kikészülök az olyan kifejezésektől, mint csajszi, csajok, csajos napot tartunk. Csajos nap, csajos parti. Ki az előadó? Kami Y-nal csajos parti, ajánljuk a YouTube-on Kami, szeretettel. Kami, Merian és Sandra. Én a hölgy, én a hölgy szótól vagyok ki, az az elméletem, hogy aki ezt kimondja, az valószínűleg már lemondott arról. Igen. Van, aki dugja, és van, aki mondja. Ha mondja, akkor hölgy. Plusz 30-as csajok egymás közt a 20 éves szexpartnerüket kisbarátnak hívják, és ezt az SMS-t aláírta nekünk kisbarát. Aha. Tehát ő egy ilyen csávó. Sugar boy. Igen, sugar boy. Király. Királyfi. Egy kuruzslóról fogunk beszélni, méghozzá a legérdekesebb, meg a legbizarrabb, meg a legkülönösebb kuruzslóról, akit így láttunk, megtapasztaltunk. Eleve ez a szó, hogy kuruzsló. Ez rohadt érdekes, mert ha van egy ilyen szó, hogy kuruzsló, abból az annak van igei alakja. Ez azt jelenti, hogy én kuruzsolok. Te kuruzsolsz. Ő kuruzslik. Ő kuruzsol. Vagy kuruzslik. Ikes. Mi kuruzslunk, ti kuruzsoltok, ők kuruzsolnak. És lehet ezt műveltetni? Hogy kuruzsoljál, vagy kuruzslottatta? Kuruzsolj egy kicsit, kérlek. Én most kuruzsozlom a számat. De ez érdekes egyébként, hogy bizonyos szavakat ilyen nagyon nehezen tudunk ez a csuklásnak a felszólító mint módja. Igen, csukolj, légy csukolj. Szíves. Uh-huh. Vagy csuklódj. Ez a jó kérdés. Szóval, hogy itt van velünk egy kuruzsló, aki nem a szokványos kuruzsló, számosokból nem a szokványos kuruzsló. Egyrészt, mert nem pusztán orvosnak adja ki magát, hanem nőnek. Egy férfi kuruzslóról van szó, aki nőnek adja ki magát. Másrészt, gyógyít, persze nem gyógyít, hanem kuruzsol. Uh-huh. De miközben kuruzsol, nem fogad el pénzt a kuruzslásért. Tehát itt azért... Azért van akkor remény az emberiség megmenekülésére. Vannak még rendes kuruzslók. Rohadt különös, hogy valaki... nőnek adja ki magát, de most nőimitátor kuruzsló, ennek most mi érdeke, vagy mi értelme van? Mert az, hogy valaki nőnek adja ki magát a szexhez, azt értem. De hogy valaki nőnek adja ki magát az orvosláshoz, ami után pénz sem kér, na ennek így mi értelme? Nekem van egy megfejtésem, Robi, és ez pedig a használt autó oldalakon látható hirdetések nyomán jutott eszembe. Ez a nem dohányzó női orvos tulajdonostól vesszőgarázsban tartott. Tehát itt van szerepe annak, hogy egy orvos nő, hogy annyira vigyázott a kocsijára. Lehet, hogy ő csak az autóját akarja jobb áron eladni, és ezért adta ki magát egyszerre gyógyítónak és egyszerre nőnek. Műmelle volt neki, az arca borostás volt neki, eleve a hangja ilyen terebélyes, férfias hang volt neki, nem az a nőies, vékony hangja volt neki. Nappal ugye nem mutatkozott, csak éjjel, állandóan este 10 órakor jött, hogy ő farkasvakságban szenved. Jó, nézett ki, mondom, egyen meg a szívét, nem letett rá iszrevén, hogy férfi. Elképesztő. Tehát itt van egy férfi, aki kiadja magát, egyrészt nőnek, beöltözik nőnek, úgyhogy makulátlan a frizurája, tehát a parókát tökéletesen belövi, szoknyát visel, hosszú csizmát visel, és doktornőnek adja ki magát. Mert az, hogy valaki orvosnak adja ki magát, azt értem, ha elfogad pénzt. Az, hogy valaki nőnek adja ki magát, és mondjuk próbál prostiskodni, azt is értem, ennek vannak bizonyos szexuális drive-jai. De mi értelme van annak, hogy valaki orvosnak adja ki magát, és nem fogad el pénzt. Nőnek adja ki magát, és nem akar szexelni. Hanem gyógyítani akar, amit hát nem tud. Ennek így mi értelme van? Doktornő, vagy nőgyógyász? Nem. Érted, hogy de ő úgy nőgyógyász, ahogy félre szoktad érteni azt, hogy gyerekorvos. És gyerekorvos, hát hogy végezte volna el annyi idő alatt az orvosi egyetem? Nem, hogy gyerekeket gyógyít, ő viszont nő és gyógyít, ő így akart nőgyógyász lenni. Igen, nőgyógyász akart lenni, de egyik se jött össze, mert se nem gyógyász, se nem nő. Erős. Fogja így a combomot, egyre balról nyomogál engem, na azt mondja, megvan a daganat a combjába. Mondom, milyen daganat? Mire Princ Józsefnél ráeszmélt, hogy mi történik vele, az állorvos azt mondta, kézrátétellel már meg is műtötte. A másnap is akar engem látni, hogy érzem magam a műtét után. Mondom neki, doktornő,
Mit beszél maga? Hol műtött meg maga engemet? Na végre valaki, akit nem lehet átverni és megvezetni, nem? Végre számon kérte valaki, hogy doktornő. Hol műtött meg engemet, Conchita? Ennyit értett, ennyit azért értett a néni az orvosláshoz, hogy a műtét az nem kézrátétellel történik, hanem késrátétellel. Vagy aludni. Igen. De milyen tünet az a combrák? Combdaganat. Értem, hogy a combjában lehet valakinek daganat, de combdaganat. De nincs olyan, hogy combrák, hiszen az nem egy szerv, pocak, a comb. Pocakrák. Az olyan, mint a pocakrák, igen. Tehát a comb az nem egy szerv. Értelemszerűen a combban találjunk egy szervet, és anna az lehet rákos. Többet is. Vagy, az ez mind lehet rákos, de a combrák nincs. Tehát nincs olyan, hogy fejrákod van. Érted? Nincs olyan, hogy hát nekem hátrákom van, segrákom van. Vagy körömrákom van. Hát ezt nem tudom sajnos elmesélni, de a apámhoz jár be két, mégis elfogom. Jár be néhány hajléktalan, mit tudom én, ilyen autóalkatrészek, vagy már nem használt akkumulátorok, ha vannak, akkor azt szívesen elviszik, és akkor arról tévéznek, vagy mit tudom én. Előfordul, hogy véletlenül egy újat adnak oda, akkor utána hajkurászni kell egy ideig. Minden esetre ők a Petya talán és a Babi. Talán a két főszereplő közülük, és egyszer csak jött a Petya egyedül, és kérdezi a fater, hogy na mi van Petya, hol a csajod? És mondja a fickó, hogy nem jött a Babi, mert kórházban van, pinarákja van. De, hogy egész konkrétan ő így tudta megfogalmazni azt a szörnyűséget, ami megtörténik vele. Istenem. Nem volt, egyszer nem volt felkészülve ennek a megtárgyalására, és még évekig, nem úgy jól van, úgy tudom, legalábbis még évekig jól Istenem. Volt. Petefészek rákja volt, igaz? Hát valószínűleg, de hát azt a 40x40 centis környéket ezzel az egy megnevezéssel tudjuk azonosítani. Ha egy picit lejjebb tolod, akkor már a segg is hozzátartozik. És akkor nem kell 25 különböző kifejezést megtanulni, mert mire mész vele? Mi a jelenségnek a magyarázata? Most erre itt kétféle magyarázat van. Nem a Petyára és a Babira, hanem hogy miért töltözik valaki orvosnak is és nőnek is. Na ingyen. Igen. Szóval, hogy az egyik magyarázat az kézenfekvő. Skizofrénia. Ez tök egyértelmű, tehát, hogy itt ez... Nem érzem ezt a triggert. Nem, hát figyelj, nem feltétlenül skizofrén, minden esetre nem normális. Tehát itt valaki elmebeteg. Az biztos, hogy nem normális, mert nagyon kevesen csinálják. Itt valaki elmebeteg, de nem arról van szó, tehát itt egy... Nem bizonyos... akar senkit megvezetni, hanem egyszerűen valaminek képzeli nem magát. Nem érted, arról van szó, arra mondom, hogy skizofrén, hogy ő tényleg egy doktornő. Azért veszi föl a... Világos, hogy nem az, de a fejében az. Tehát, hogy ő benne az a... erős hit él magával kapcsolatban, hogy ő egy női orvos. De mindig ennek megfelelően, este érkezett, hogy ne bukjon le. Tehát nem valójában nem kiadja magát női orvosnak, hanem ő egy női orvos. Nem. Értem, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy valóban szélhámos. Na, de akkor miért gondolok. Csinálja? Mert se dugni nem akar, se pénzt nem akar. Tetszelegni akar ebben a szerepben. Valószínűleg arról van szó, hogy az orvos az egy tisztelet által övezett nagy presztízzel járó foglalkozás. Csak úgy, mint az anya. Az egy olyan státusz, aminek hálás dolog kiadni magadat egy faluban, ahol mindenki tanulatlan, vagy hát sokan azok. Köztük ennek megfelelően. Ennek, ha oda mész, te is az vagy. Ennek megfelelően az, hogy ő orvos legyen, az azzal ő fölpozícionálja saját magát. De minek kellett ehhez nőnek lenni? Miért doktornő? Mert a nőknek is tisztelet és udvariasság jár, és bókok, és kedves viselkedés. Hova tovább? Másfajta erőszak, amit talán ő jobban áhít, hiszen érted, mire gondolok? A nőket az utcán éri erőszak, a férfiakat pedig a kocsmában, és ő nem iszik. Ő azért adta ki magát doktornőnek, mert ő valójában tiszteletet akart bezsebelni. Méghozzá olyan tiszteletet, amit nem szolgált meg. De hogy az a vicces ebben a történetben, hogy általában olyan pénzt akarnak, vagy olyan szexet akarnak bezsebelni azok, akik orvosnak vagy nőnek adják ki magukat, holott nem orvosok és nem nők. Ezek az emberek általában vagy szexet akarnak, ami nem jár nekik, vagy pénzt akarnak, ami szintén nem jár nekik. Ez az ember meg összesen csak tiszteletet akart, ami hát nem járt ki neki. Nem tudom, én egy picit most tisztelem.
Tehát, hogy egy követője azért akadt a személyemben. Azért a kuruzslás az továbbra is bűncselekmény. Azért nem, a nőnek öltözve kuruzslásért. Jó, nőnek öltözve ingyen kuruzslásért. Bűncselekményem? Ó, amúgy. Természetesen bűncselekmény. És akkor a tévében így hadonászol. Hiszen benyítesz valakit azzal, hogy rákos, aztán meg kézrátétellel meggyógyítottad, természetesen bűncselekmény. De ha a tévében ezt lehet csinálni, és így szöszmötölni a telefonban, a betelefonálónak, azokat miért nem viszik el bilincsben? Annak is bűncselekménynek kéne lenni, azért nem viszik el bilincsben, mert azoknak a tévécsatornáknak, azoknak a kapzsi pszichopata tévécsatornáknak és tévéseknek túl jó az érdekérvényesítő képességük, túl jól és túl hatékonyan lobbiznak ahhoz, hogy őket is bilincsben vigyék el, pedig hát úgy kéne. EKG-t is csinál telefonon keresztül, oda tette a szívemhez a telefon, hát ebből tudtam, ebből következtettem ki, hogy ő nem valós, ahogy ő előadja magát. Aha, kikövetkeztette. EKG-t telefonnal. Ő főleg a dedukció módszerével élt. Azt gondolom, Sherlock nyomán kizárásos elvvel több foglalkozás is felmerült, és végül az orvost is sikerült kizárnia ennek a jó embernek. Kis kalambó. Igen, na íma a kis kalambó. Igen. Igen. Jó, hát és egyébként rendkívül érdekes, hogy itt magát is behűítette, vagy csak a környezetét hűítette be. Nem az, hogy a baj, ő valójában nem az a... elhitte, hogy ő doktornő, vagy sem. Nekem az összes ilyennél beleértve egyébként sokféle alternatív gyógyászatot, hiszen azt az alternatív gyógyászatot, amelyik működik, gyógyászatnak nevezzük. De sokféle ilyen van, és nekem soha nem az a bajom, hogy abban tetszeleg, amelyben nem kellene, olyan fényben fürdőzik, ami nem jár neki, hanem az, hogy az az ember, akit ő épp gyógyít, az lehet, hogy meg fog ettől halni, dögleni a szarban. Na igen, tehát mert azt hazudod hogy... neki, hogy kész, megoldottuk, mehetsz haza, feküdj le nyugodtan, minden a legnagyobb rendben igen, lesz. Igen. A pocakrákoddal, meg a combrákoddal, idióta. De tényleg combrákod, tehát szó szerint combrákod diagnosztizált, de az az igazság, hogy kevés annyira tragikus történetet ismerek, ami ennyire röhelyes, amikor én ezt először hallottam, egyet. Én hangosan röhögtem rajta. Amikor a két szamár megette a gazdáját, Muki és Szamóca nevű szamarak, ez egy bulvárhír volt évekkel ezelőtt, és borzasztó, hogy két szamár konkrétan halálra harabdáltak egy embert, vagy a gazdájukat, vagy a szomszédot. De miután egy embert a fogukkal halálra marcangoltak, megjelent a sajtóban a hír, hogy mit tett, Muki és Szamóca. Ugye ennél tündéribb neveket a két csacsinak nem tudnék adni, de megöltek egy embert a szájukkal. Ugye ez annyira nem fér meg az miért, én fejemben. De miért egy szamár? Miért öl meg egy embert? Miért? Nem tápláléka. Tiszteletet akart kivívni, mintha jó, hogy nem öltözött nőnek, és nem adta orvosnak ki de magát. De nem, ez tényleg érthetetlen, de ez az én számomra egyébként tényleg érthetetlen, hogy szamarak, amelyek rohadtul nem táplálkoznak hússal, miért ölnek meg egy embert? Azért... Csak az áldozathibáztatás bűnébe tudnánk esni, hogy megmagyarázzuk ezt, igen, úgyhogy ne menjünk bele. Pedig hát azt nem szabad az rettenetes. Pedig hát tudjuk, hogy van egy csomó olyan eset, amikor az áldozat igenis hibás. Dehogy is van, soha nincsen olyan, egy se van, nincs, nem van. El is köszönünk, ilyen nincs. 0630-2010-909 az SMS számunk itt a műsor végén. Mostantól írjátok meg, hogy milyen áldozathibáztatások nincsenek. Sziasztok! Szevasztok!